Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban? Ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, és akkor a személyes passzol a te helyzetedre. A díjam 3500 forint. Ez megjelenik, mint egy videó álnéven. Amit még meg szeretnék említeni, hogy Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó pár nappal ezelőtt elhagyta a bika jegyét és áttért a kos jegyébe. Ez utal egy új irányra, egy új kezdetre, új lehetőségre, változásokra. Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó elhagyta a skorpión jegyét, és pár nappal ezelőtt áttért a mérleg jegyébe az indiai számítás szerint, hiszen én az indiai asztrológiával foglalkozom, és Kétu, ez a lefele mozgó kármikus csomó több mint másfél évig a mérleg jegyében lesz. Szemben Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó, több mint másfél évig a kos jegyében lesz. Itt vannak kármikus témák. Az egyik oldalon ott van a kos jegye, és a kos jegye felett Mars bolygó uralkodik. Ez utalhat kihívásokra, vagy erre a háborúra is. A másik oldalon a mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik, és az jelenti a békét. Tehát egyik oldalon vannak a kihívások, a másik oldalon a szeretet, a szerelem, a béke, és ez olyan most, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat, kell a belső egyensúly, és én bízom abban, hogy az irány, a mérleg jegye, ahol kármikus témáink vannak jelenleg, és ez békét hoz számunkra. Kétu, ez a lefele mozgó kármikus csomó, ami most a mérleg jegyében mozog, ez utal a múltra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Nálad ott hat ki a mérleg jegye, vagy a kos jegye, ez a kármikus téma, ahol a születési horoszkópodban a kos jegye található, és a mérleg jegye található. Több mint másfél évig vannak itt most kármikus témák. És most megnézzük ezt a kirakást, mi várható május hónapban. A sarokkártyáknak mindig van egy nagyobb jelentősége. Különösen az első kártyának, hiszen az utal a havi témára. Itt látható a ravasz róka. Az jelenthet nálad negatív gondolatokat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Jelenthet negatív érzelmeket, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. De szerencsére itt vannak az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak mindent, és akkor ott nincs már semmi. Tehát az egerek eltávolítják a ravasz rókát. Amit a róka még jelenthet, hamis kapcsolatokat, hogy valaki becsapott téged, de ezek a kapcsolatok, vagy ez a helyzet elmúlik, hiszen, mint mondtam, az egerek ezt eltávolítják. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és a fejed fölött megjelenik ez a hegy. Ez utal a gondolataidra. Természetesen lehet egy hegyvidék is, de szimbolizálja a problémákat, a gondokat, és ezen töprengsz. Ezek lehetnek negatív gondolatok, de az egerek eltávolítják ezeket a kártyákat is.
Ami itt még megjelenik, a felhő, ami számodra még átláthatatlan, tehát valami átláthatatlan, de ez a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mi volt fél évvel ezelőtt, mert ezek megjelennek a gondolataidban, és itt ez a kártya azt jelenti, hogy itt vannak még fájdalmas emlékek. De ezen átteszed magadat, hiszen az egerek segítenek abban, hogy ezeket a kártyákat eltávolítják. Azon kívül itt nálad lesznek változások. Erre utalnak a gólyák, és itt megvan a hűség, azon kívül itt a tanulás. Lehet, hogy ebből a helyzetből tanultál valamit. Tehát javulni fog a helyzet. Előtted itt vannak ezek a kártyák. A hold az utalhat anyai érzelmekre, vagy az anyukádra, de jelenti az érzelmeket is. A hold előtt ez a torony jelentheti a korlátozásokat, de szerencsére az egerek el tudják ezt a kártyát szintén eltávolítani, és itt látható a gólya, illetve a gólyák, és az jelenti a változásokat. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és előtted ezek a kártyák jelentik azt, hogy milyen irányba tekintesz. Itt van előtted a hold. Ez jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket is, sőt, még egy kisbaba születését is jelentheti, hiszen itt vannak a gólyák és a gyermek egy vonalba ezzel a kártyával. Amit a hold még jelent, azok az érzelmeid, a vágyak, a remények és az álmok. De a hold előtt itt van ez a torony, ami utalhat korlátozásokra. Vagy jelenti azt, hogy vannak félelmeid, és benne vagy ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keresel egy megoldást, keresel egy kiútat. A hajó jelenti a reményeket, tehát megvan arra remény, hogy kilépj ebből a helyzetből. Azon kívül itt az egerek segítenek, hiszen az egerek eltávolítják ezt a tornyot, és itt vannak a változások, a gyűrű pedig jelenti akkor a kapcsolatokat. Amit ez a torony még jelenthet, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, itt is megvan a remény arra, hogy előre menjenek az események, hiszen itt lesz mozgás. Amit ez a mozgás még jelenthet, sport, vagy autó is. A képen megjelenik itt ez a férfi, ez utal a férfiakra természetesen, de jelentheti a lelki társadat is. A feje fölött lévő kártyák jelentik az ő gondolatait. Itt megjelennek a halak, ami utal az anyagiakra, de jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. És itt ez a ház lehet egy közös otthon, vagy egy ingatlan vásárlása, és itt elgondolkozik az anyagiak fölött. A következő sarokkártyán itt látható ez a park. Ez jelentheti a természetet, vagy egy kirándulást, itt látható az utazás, sőt, külföldi kapcsolatok is megjelennek a képen. Amit a park még jelent, hogy vagy kiderül az igazság, nyilvánosságra kerül valami, vagy megkapod az elismerést. Itt a csillagkép szerencsét hoz számodra, de jelenti az időt is. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Itt lesznek változások és döntések, hiszen itt vannak az utak, és
amikor az utak megjelennek, akkor elgondolkozunk azon, hogy milyen irányba, milyen döntéseket kellene hozni. Ez a férfi ebbe az irányba tekint. Itt tisztázni akar valamit. Lesznek változások, ami a szerelmet illeti, és fontos döntéseket hoz. Itt a csillagkép jelenti azt, hogy kihat a sorsra, hiszen minden úgy alakul, ahogy a csillagokban meg van írva, vagy szerencsét hoz. Ez a kereszt szintén a sorsra utal, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy elérkeztek a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt vannak az utak is, a döntések. Ez utal a baráti körre, utal a szerelemre, a párkapcsolatra, és ez a gyermek lehet egy kisbabának a születése, vagy szimbolizál egy új kezdetet. Ami eddig történt, illetve nem történt, mert nem mentek előre az események, erre utal ez a koporsó, ez most elmúlik, ez a csendes időszak, hiszen ez a sarló elvágja ezeket az eseményeket. Itt látható, ez a kígyó, ez utalhat gyógyító erőre, változásokra, megújulásokra, de jelenthet egy nőt is. A feje fölött lévő kártyák utalnak a nő gondolataira. Itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, vagy egy meghívás. Itt kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, ami erőt ad számodra, vagy számotokra. Itt munkáról van szó, hiszen ez a kártya szimbolizálja a munkát, a hivatást, vagy családi kapcsolatokról, hiszen itt a közelben megjelenik ez a ház, utal az otthonotokra, a környezetre, a szomszédokra, vagy a családra. Itt lesznek fontos beszélgetések is. Vagy lehet egy ház vásárlása, hiszen itt vannak az anyagiak, itt a szerződés, és ez a kígyó, ez a hölgy segít ebben. Amit a két kártya itt egymás mellett jelent, a gyógyító erő, vagy egészségügyi témák. Azon kívül a biztonság érzete, ahol le tudtok itt gyökerezni. A következő sarok kártyán látható a jeges medve, ami erőt ad. Itt vannak változások, illetve lesznek változások, ami a munkát, a hivatást illeti. Itt vannak a beszélgetések, a szerződések, itt kinyílik egy új kapu, a lehetőségek, itt vannak az anyagiak, a szerencse, a pénz mellett, és egy kellemes meglepetés, vagy ez a virágcsokor jelenthet egy kreatív munkát is. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Te töprengsz valamin, valami még átláthatatlan. A múltban megsértett téged valaki, itt vannak fájdalmas emlékek. Lehetnek negatív gondolatok, vagy egy hamis személy, de az egerek eltávolítják ezeket a kártyákat. Ebből sok mindent tanultál. És ami a középpontban áll, az a munka, a hivatás, itt van a siker, az erő, és a könyv jelentheti a tudásodat, vagy egy továbbképzést. Második hét, május hónapban itt látható. Itt vannak külföldi kapcsolatok. Ugyan még korlátozások, de május végére ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják, és itt vannak már a változások. Ez a kártya jelenti a reményt is, különösen ami az érzelmeidet, az anyagiakat és a családot illeti. Itt változik a helyzet, lesz mozgás, beszélgetések, vagy valaki meglátogat téged, itt lehet egy új otthonnak a tervezése is. Harmadik hét, május hónapban itt látható, ez a férfi áll a középpontban, gondol rád, értékes vagy számára, tisztázni akar valamit, változik a helyzet a párkapcsolatot illetően, itt szerencse lesz, lesznek fontos döntések.
Itt a csillagok jelenthetik az asztrológiát, a kártyavetést, egy spirituális területet, amit szívvel, lélekkel csinálsz, és itt változik valami, élni fogod a hivatásodat, itt lehetnek szerződések, ami szerencsét hoz, és itt látható ez a kreatív tevékenység. Utolsó hét, május hónapon itt látható. A nyilvánosság azt jelenti, hogy megkapod az elismerést, itt valami vagy valaki kihat az élet utadra, lesz egy új kezdet, új kapcsolatok, régi dolgokat itt lezársz, és itt látható a gyógyító erő. Azon kívül megjelenik itt egy hölgy, aki segít neked a munkát illetően, az otthonodat illetően. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, rendel rám!